Nagyon fontos a víradók megbecsülése, hiszen egyre kevesebb víradó van országszerte, így a mi területünkön is. Nagyon fontos, igen, a víradóknak a megbecsülése, a donoroké, hiszen egyre kevesebb víradó van országszerte, én azt gondolom, de legalábbis a mi területünkön biztosan. A köszöntöttek között a legkevesebbet víradó 10-szeres, a legtöbb 100-szoros. 10-szeres véradókat ünneplünk ugye a első körben, és utána így minden évfordulán van 20-as. Kivételt képeznek ugye a 25-ös, a 75-ös, hiszen az egy ugye jubileumi évszám, ugye az egy megtöri a rendet, de egyébként ugye a legmagasabb véradó számot, aki elérte, az 100-szoros véradó volt, úgyhogy örülünk neki, hogy mindig vannak ilyen magas véradó számot elért donorok is. Főleg idősebbeket láttunk a kitüntetettek között, de a középiskolákba zajló véradást is újra tarthatták már, hiszen ez alapozza meg az utánpótlást. Mindig örülünk annak, és majd remélem, hogy most már a következő évben sikerül visszamenni az iskolákba is, hiszen a szakképző centrum, a Varró István szakmunkás és szakközépiskola az egyik véradó helyszínünk, a másik pedig a református gimnázium, jobban mondva a Szent Annai gimnázium, középiskola, és itt mindig nagyon szépen, nagyon ügyesen megszervezik nekünk az ottani segítőink, a tanárok, a igazgatók a véradásokat, nagyon jól biztosítják a helyszíneket, és nagyon szépen toborozzák a gyermekeket is erre a dologra, úgyhogy én bízom benne, hogy igen, az első pozitív élmény, mert az mindig azt lehet mondani, hogy ez pozitív, amikor ugye egy SMS-t kap az illető arról, hogy ugye a vérét éppen most szállították ki egy éppen bajban lévő embernek a kórházba. Víradásnál alap a 18. évet betöltött életkor, és a felső határ 65 éves kor. Az alap, hogy 18 évet betöltött életkortól, tehát felnőtt kort elérve lehet ugye első víradó az ember, és teljesen 65 éves korig. Ez alól kivételt lehet már most találni, hogy amikor az orvos úgy ítéli, akkor még szokta engedni, hogy egy-két évet még pluszba még rá engedélyezés, akkor még lehet tovább is. Csanádi István 100-szoros víradásáért vette át elismerését. Az első víradása 1996-97-ben Kecskeméten, a Honvédségnél volt. 1996-97-ben Kecskeméten a Honvédségnél ott indult, és akkor tehát úgy folyamatosan mindig jöttem, volt mikor kimaradt, tehát ez lehetne akár több, a mai napban már mondjuk 101-szeres. Jó érzés segíteni másokon, állítja a díjazott. Egy az, hogy 3 életet lehet vele menteni, illetve hát... Jó érzés segíteni? Igen, igen. Tehát az, hogy segíteni lehet vele, tehát ez egy jó érzés, hogy mások, illetve úgy, hogy tehát nem kapunk érte pénzt, és akkor önzetlenül adjuk a vérünket, hogy másoknak segítsünk ezzel. A víradás után Csanádi István mindig jól érzi magát, egészségére is vigyáz, hiszen az a legfontosabb ahhoz, hogy önzetlenül vért adjon a jövőben is. Végülis jól érzem magam, tehát nem szédülök semmi, hál' Istennek még nem volt, reméljük, hogy nem is lesz ilyen. Orvos Nagy Istvánt 90-szeres víradóként köszöntötték. 1976. Kátisz, itt dolgoztam, és hát az ottani többszörös véradók vittek el magukkal, még akkor Karcagi kórházba, dr. Sánta Józsi bácsihoz, és hát ott szoktam rá erre a dologra. Hát nem mondom, motivált egy kicsit, hogy szabadságot is adtak velem. Hát akkor érint meg a dolog, amikor mostanában különösen hűségesen jönnek az visszajelzések, ugye SMS-be, XY megkapta a legutoljára adott vért, és felhasználták ezt a dolgot. Tehát ez a visszacsatolás legalábbis nekem jól esik, és tehát akkor úgy belegondolok, hogy hála Istennek nekem még eddig nem kellett, nem szorultam rá, de azért családtagjaim már voltak, és ha egészséges az ember, akkor ennyit meg kell tennie másokért. A 90. után az jutott eszébe, hogy vajon meddig megy még? Aztán a legutolsónál a doktor úr, aki itt vizsgált meg, vigasztott egy kicsit, hogy hát az még van 2 éve, azt mondja, amíg ténylegesen be nem töltöm a
65-öt, azt mondja, addig lehet jönni, ha egyébként egészségügyileg meg alkalmas vagyok. Hát hála Istennek úgy tűnik, hogy eddig még soha nem maradt el egészségügyi probléma miatt véradásom. Ki fogom tölteni. Állítja orvos Nagy István, akinek példáját családjában is többen követték. Felesége és a két idősebbik fia is rendszeres véradó. Feleségem például komoly felnőttként kapcsolódott be, meg mind a két fiam, a két idősebbik fiam. A feleségem már ma is most több, mint 10-szeres. Vadai István Zoltán 90-szeres véradásért köszöntötték. 1979-ben 18 éves korában adott legelőször vért. Édesapámnak a nyomdokaiba léptem, mert ő is rendszeres véradó volt. Akkor még kint dolgoztam a Tilalmasi Állami Gazdaságban, és hát onnan jöttünk be véradásra. Beszéltem rá egy pár kollégát, meg az a helyzet, hogy mikor én a vízműnél dolgoztam, én szerveztem a véradásra az embereket, tehát 12-14-en kimentünk a kórházba, és csoportosan vért adtunk. Hát még 4 évig adhatok vért, tehát a 100-at megpályázom, tehát 100, 1, 2, 3, 4 esetleg meg lesz. Meg a seregbe is adtam vért, tehát ott meg a 2 nap jutalomszabadságért adtuk a vért, mert... Árulj el Vada István Zoltán, akire büszkék barátai is, hogy véradó.